Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, de először is szeretném mondani, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Úgyhogy mondhatom azt, hogy általános tegeződést rendelek el. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Oké. És ki az, aki szeretne egy jobb világot? Oké. És ki az, aki szeretne tenni is egy jobb világért? Oké. Ugye tudjátok, hogy egy jobb világ magától nem jön el. Tehát az nem úgy működik, hogy nem teszünk semmit, csak úgy jobb világunk lesz. Nem tudom, az életedben volt-e olyan terület már, ahol nem tettél semmit, és úgy jó lett. Volt valakinek ilyen? Pedig gondoljátok végig így a világgal kapcsolatban, az emberiség életével kapcsolatban, az emberek ezt gondolják, hogy nem kell tenni semmit, és akkor majd magától jobb lesz. Hát azért, mert van egy technikai fejlődés, és így magától jobb lesz. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberek rá teszik a felelősséget a technikai fejlődésre, hogy a technikai fejlődés már meghozza a jobb világot. Például mesterséges intelligencia, vagy bármi más. Hát akkor is, amikor nem volt mesterséges intelligencia, akkor is így gondolkodtak, hogy majd attól jobb lesz, hogy nem teszünk semmit, de a technika az majd megoldja ezt a kérdést. Hát nem azért, de mióta technika van, nem jobb világunk van, hanem rosszabb. Nem vicc, ez komoly. Jó, a fiatalok ezt nem tudják, mert nem élték meg. Én ugye 80 óta dolgozom, tehát 1980 óta, az akárhogy nézzük már, mennyi is? 43 éve. Tehát 43 év óta látom azt, hogy abban az időszakban a technika sokkal alulfejlettebb volt, mint most. Tehát sokkal kevésbé volt és működött a technika, mint most, de sokkal jobb világ volt. Tehát mit értünk azon, hogy jobb világ? Ha azt gondolod, hogy az a jobb világ, hogy mennyit költhetsz havonta, akkor te óriási tévedésben élsz. Tudod, mitől jobb egy világ egy embernek? Hogy mennyire érzi jól magát a saját bőrében. És ez nem korfüggő. Tehát én mióta létezem, én mindig jól éreztem magam a bőrömben, ez most is így van. És ez nem korfüggő. Nyilván, ha az ember mondjuk beteg, az egy más tészta, akkor az ember nem érzi jól magát, de ugye arra kell törekedni, hogy minél hamarabb kikerüljön az ember a betegségbe, és utána betegségből, és utána megint jól tudja magát érezni. Tehát nem az a jó érzés, hogy minél többet költsünk. Tehát itt nem is a jövedelemről szól a történet, hanem arról, hogy sok ember azt gondolja, hogy az a jó világ, ha minél többet tudnak költeni. Oké? Na most mondok példát. Ugye én saját csapatom van 1991 óta. Tehát saját csapatom. És 93-tól ráadásul még vezetek is embereket, azóta vezetek embereket 93 óta. 87 óta foglalkozom emberekkel. És azt tapasztaltam, hogy az embereknek az élete nem az a... Na már elfejtettem, mit akartam mondani. Na mindegy, akkor ne bonyolodjunk ebbe bele, majd úgyis eszembe jut, mit akartam mondani. Szóval a lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, hogy minél több pénzköltés, az a jó világ. Mondom, nem. Az a jó világ, ha jól érzed magad a bőrödben. És minél jobban érzed magad a bőrödben, annál jobb.
Na most mondok ezzel kapcsolatban dolgot, jó? Tehát amikor én fiatal voltam, akkor ha valaki mondjuk a kertben dolgozott, közben fütyűrészett. Vagy zenét hallgatott, mikor már volt arra mód, hogy az ember zenét hallgasson. Ez általában 80-as évektől lehetett az, hogy zenét hallgasson, mert előtte max rádiót tudott hallgatni, abban meg vagy volt zene, vagy nem. Tehát előtte, a 80-as évek előtt gyakorlatilag az emberek danoláztak, fügyüléztek munka közben. Most hol látsz ilyet? Na most egy danolászó, fütyűrésző ember, azt úgy hívják, hogy jókedvű. Oké? Ugye megkérdezném, hogy tartósan mikor voltál utoljára jókedvű? Tartósan. Ne hantázz. Ma egész nap tartósan jókedvű. Lehet, hogy ma egész nap, de... Jegyed meg. Így van. Tehát mennyire tartósan? Mondjuk órákon keresztül. Tehát órákon keresztül. Mennyire voltál jókedvű? És milyen sűrűn szoktál órákon keresztül jókedvű lenni? Jó kérdés, nem? Azért, mert ez régen működött. Tehát régen így működött. Tehát az emberek naponta, órákon keresztül jókedvűek voltak. Ez tényleg így volt. Tehát közel nem tudtak annyit vásárolni, mint most. Közel nem vásároltak, közel nem költöttek annyi pénzt havi szinten, mint most az emberek, éves szinten, meg aztán pláne, és mégis sokkal jobb kedvűek voltak. Tehát ma nem látsz jókedvű embereket az utcán, nem látsz jókedvű embereket, ha sétálsz és benézel az udvarokba. Ha nyitva vannak az ablakok, nem hallasz jókedvű embereket. Nincs ilyen. Tehát végigmentél mondjuk egy családi házas övezetben, ahol nyitva voltak az ablakok, és hallottál jókedvű embereket. Érted? Nincsenek ilyenek. Tehát nem, hogy nem hallasz ilyeneket, nem is látsz jókedvű embereket. Főleg itt ugye 2020 óta, meg aztán végképp agyonütötték az egészet. Na most... szerinted úgy magától az emberek abból a helyzetből, hogy nem jókedvűek, hát ugye beszéljünk erről egy kicsit, erről a hangulatokról, jó? És akkor nem menjünk túl mélyre a hangulatokban, ugye menjünk, mondjuk nézzük a jókedvűt, menjünk egy kicsit alá, ez az erős érdeklődő, ha egy kicsit alá megyünk hangba, hangulatba. Tehát az azt jelenti, hogy az erős érdeklődő már nem olyan jó hangulatú, mint a jókedvű. Rendszeresen látsz erősen érdeklődő embereket? Honnan tudod látni az erősen érdeklődő embereket? Hogy csillog a szemük és mosolyognak. Látsz csillogó szemű, mosolygós embereket az utcán? Vagy benézel egy kertbe és látsz mosolygós, csillogos szemű embereket? Vagy felülsz a metróra és látsz csillogos, mosolygós, csillogos szemű, mosolygós embereket? Látsz? Nem. Tehát akkor ilyenek sincsenek. Menjünk egy kicsit lejjebb. Ugye? Van ez alatt ugye egy hangulat, amit úgy hívják, hogy enyhén érdeklődő. Tehát enyhén érdeklődő. Közte is van más hangulat, de itt ugrunk lefele. Az enyhén érdeklődő már nem mosolyog, de csillog a szeme. Oké? Okay? Tehát a szeme mosolyog. Érted? Tehát már az arca már nem mosolyog, de a szeme az még mosolyog. Tehát az onnan különböztethető meg ez a két hangulat, hogy az erősen érdeklődő mosolyog és csillog a szeme, a gyengén, tehát enyhén érdeklődőnek csak csillog a szeme. Érted? Tehát a szeme mosolyog, és már az arca, a szája nem. Oké? Okay?
Na most látsz ilyen embereket? Mondjuk fölülsz egy tömegközlekedési eszközre, és ilyen embereket látsz? Hogy a szemed mosolyog? Nem. Na nézzük, menjünk lejjebb. Ez alatt már tudod, mik vannak? Ilyen hangulat, hogy unalom. Unalom. Na, ilyeneket már látsz. Ezt már látsz. Nem tömegesen, de látsz. Oké? Tehát ránézel, és ilyen unott tekintetet látsz. Oké? Tehát ez jó hangulat? Tehát az unott ember mondjuk unalmas is. Tehát kommunikálsz vele, és tök unalmas beszélgetni. Oké? Ráadásul még lusta is. Lusta. Egy unott ember, egy unalomban lévő ember lusta. Neki az a jó, ha ő pihen. Érted? Muszáj neki dolgozni, de amint hazamegy a munkából, első dolga az, hogy ő pihenjen, mert ki kell pihenni a fáradtságot, amit csinált, mert ő unalomban van. Tehát ilyen embereket már látsz. Nagyon kevés ilyen ember volt régen. Érted? Az emberek sokkal, de sokkal aktívabbak. Tehát voltak régen. Tehát megnézzük ezt a dolgot, ez úgy működik, hogy tud, akkor ez egy tudás, amit most átadok, jó? Ez nem módszer, de tudás. Minél jobb hangulatban van egy ember, annál aktívabb. Oké? De ez az aktivitás, ez pozitív aktivitás. Mert ugye lehet negatív aktivitás is, erről is lesz szó. Tehát a pozitív aktivitás az azt jelenti, hogy teremt. Érted? Tehát teremt az aktivitásával, nem rombol az aktivitásával, nem tönkretesz az aktivitásával, nem bomlaszt az aktivitásával, hanem teremt az aktivitásával. Tehát ez azt jelenti, hogy egy jó állapotú ember minél jobb hangulatú, annál teremtőbb aktivitása van. Annál több energiája van, méghozzá pozitív energiája. Tehát annál több pozitív energiája van. Na most, menjünk egy kicsit lefele hangulatban, jó? És ott már is beleütközünk az ellenséges hangulatba, az ellenséges hangulatba, a nyílt ellenséges hangulatba. Tehát ha nyílt ellenségesnek megnézed a tekintetét, akkor szúrós tekintetet látsz. Tehát nem unalmas, mint az unalmasnál, hanem szúrós tekintetet. Oké? Tehát nem csillog a szeme, nem mosolyog a szeme, szúrós a tekintete. Fölülsz egy tömegközlekedési eszközre, és tök sok szúrós tekintetű emberrel fogsz találkozni. Oké? Akik magukban azt mondják, meg legszívesebben kimondanám egy nyílt ellenséges, hogy mi a francot vagytok ti itt, csak én akarnak itt ütölni, rontjátok itt a levegőt, stb. És magába ilyen kommunikációt folytat. Oké. Szóval lényeg az, hogy gondoljuk végig, tele van a tömegközlekedési eszköz, vagy mész az utcán, és a járókelők. Tudsz úgy kommunikálni szemmel a járókelőkkel, hogy a szemébe nézed, és szemébe nézel, és nem kapja el a szemét? Szinte nem is tudsz. Nem is lehet. Nem is tudsz. Nem is tudsz. Tehát mész az utcán, és valakinek az ránézel, a szemébe nézel, és ha esetleg pont megnéz téged, gyorsan el is kapja a tekintetét. A tömegközlekedési eszközön ugyanez van. Ugyanez van. Tehát régen ez nem így volt. Régen az embereknek nem volt szúrós tekintetük. Persze voltak ilyen emberek, csak nem ilyen volt a nagy része.
Most az emberek jó része az vagy unalom, unalmas, érted? De tök unalmas kinézetű, vagy szúros tekintetű, és akkor lejjebb megyünk egy kicsit a hangulatban, akkor már is oda jutunk, hogy harag, dű. Oké? Okay? Na azokkal meg már nem is érdemes igazából túl sok szót ejteni, mert ugye az ember messzire el akarja kerülni azokat az embereket, akik haragos, dühösek. Pedig képzeljétek el, ez alatt is van hangulat, a félelem. Honnan tudod, hogy valaki fél? Riadt a tekintete. Tehát riadt a tekintet. Honnan tudod, hogy riadt? Kapkodja a tekintetét, de nem magasan, hanem alapvetően alacsonyan néz. Tehát lefele, tehát néz, lefele néz. Tehát riadt tekintetű emberrel szoktál találkozni. Érted? Mondjuk itt a Covid idő alatt mennyi riadt tekintetű embert láttál? Na most a lakosság általános hangulata, csak úgy mondanám, a riadt tekintet és a harag között van. A részvétlenség szintjén. Tehát az azt jelenti, hogy nem érez részvétet. Érted? Nincs együttérzése. Nincs. Nincs együttérzés. Nincs részvét. Érted? Ez az átlag hangulat, hangulata az embereknek. Ez az átlag. Nyilván van, aki ennél rosszabb, van, aki jobb. De az biztos, hogy ez egy nagyon rossz hangulat. Na most ezt miért mondtam, hogy tisztában legyél azzal, hogy nem javult a helyzet a bolygónkon, hanem romlott. Vagy a társadalmunkban, nekem mindegy, hogy nagyban gondolkodsz, vagy kicsibe. Nem javult. Tehát romlott. És lényegesen romlott. Tehát, hogyha ezt neked, ha fiatal vagy, és nem tanították az iskolában, akkor épp itt az ideje, hogy hallj ilyen dolgokról. Mert te azt gondolod esetleg, hogy hát ugye a technika fejlődésével egyre jobb és jobb világunk van. Csak a technika, az, hogy világos legyen, nem érted van. Tudod miért? Mindjárt megmagyarázom. Azt mondja, hogy olyan technikai eszközök vannak, hogy automata mosógép, nem? Olyan technikai eszköz, hogy vasaló, már nem olyan vasalóval kell vasalni, hogy belerakod a faszenet, azt lóbálod, érted? Az izzó faszenet, és lóbálod, hogy melegen tartsa a vasalót. Akkor tűzhelyek vannak, tehát olyat, amiben nem kell tüzelni, nem? Olyan, tehát olyan tűzhelyek, hanem fogod, tehát főzőtűzhelyekről beszélek. Tehát bekapcsolod a gázt, vagy a villanyt, vagy akármit, érted? De lényeg az, hogy rögtön melegít. Hát ugye általában gáz vagy villany. Na most nézzük tovább, ilyen technikai eszközök, hogy például a robotgép, nem? Konyhába. Porszívó, akár robotporszívó, persze. Így van. Nem? Akkor nézzük további ezeket a technikai eszközöket. Például, mit tudom én, a kint a kertbe, ha fűrészelni akarsz, akkor van elektromos fűrész. Oké, ha lombot akarsz vágni, akkor vannak lombfűrészek, érted? Tehát, mit tudom én, lombszívó, lombfúvó, érted? Gerebje helyett. Stb. Stb. Sövénynyíró, érted? Amit el tudsz képzelni, mindenféle van, tehát tele vagyunk technikai eszközökkel, nem? És képzeljétek el, kevesebb az időnk, mint régen. Tehát gondold végig, ez nem volt régen. Jó, porszívó volt, mit tudom, azért 50 évvel ezelőtt is volt porszívó, nem is, nem olyanok, mint mostanában, nem, de volt. De mit tudom én, nem volt olyan, hogy frigider a legtöbb embernek, érted? Jó, volt akinek volt már 50 évvel ezelőtt frigiderje, de a legtöbb embernek nem volt. Tehát bevezettek egy csomó olyan technikai eszközt, ami által neked több időnek kellene, hogy legyen. Erre az embereknek
kevesebb az idejük. Na erre van egy gombot. Hogy a manóba van ez? Köszönöm a segítséget. Gondolkodtam, hogy milyen szót mondjak. Szóval, tehát akkor megkérdezném, vajon a technikai eszköz mennyibe segített? Akkor mondok példát még a technikai eszközre. Alig volt olyan ember, akinek magán emberként autója volt. Tehát ugye mi nekünk, amikor autónk lett, akkor tájt számoltuk meg az édesanyámmal, hogy hány fős a rokonságunk, ilyen 160 valahány főre számoltuk, és nekünk volt az első autónk. Tehát ami azt jelenti, hogy senkinek nem volt még autója. De azért, mert apujék vállalkozók voltak. Oké, igaz, hogy az, az autó az enyém volt, de az egy másik téma, nem az övéké. Tehát én voltam a tulajdonos, mert nagymamám vette nekem. Oké? Mint egyszer unokájának. És de nekünk volt a családban, a rokonságban, a teljes rokonságban először autók. Senkinek nem volt. Érted? A 160 emberből. Most megnéznénk, hogy a ebben a rokonságban mennyinek van autója, akkor lehet, hogy mit tudom én mondanánk az, hogy van 60 autó, vagy 80 autó, vagy nem tudom mennyi, érted? Na most, tehát azért mondom, hogy nem volt az embereknek autójuk. Mégis boldogabbak voltak. Na, erre van gombot. Megnézzük a statisztikai elemeket, akkor azt látjuk, hogy régen alig váltak el. Tehát amikor én ugye gyerek voltam, meg utána fiatal, hát olyan, hogy válás elvétve volt. Elvétve, szó szerint elvétve. Most 70%-os a válási arány, nem az időseknél, tehát vegyük le az idősebb generációt, mondjuk az én generációmat vegyük le, és megnézzük a nálamnál fiatalabb generációkat, az azt jelenti, hogy 1968-tól lévő generációt, ott 70%-os a válási arány. Na most, vajon az emberek azért válnak el, mert boldogabbak? Ugye nem gondolod komolyan? Hát azért nem váltak el, mert boldogabbak voltak, mint most. Világos ez? Tehát a boldogtalan emberek válnak el, nem a boldogok. Vagy rosszul látom? Tehát egy olyan világban élünk, ami egyre rosszabb és rosszabb, minél magasabb a technikai fejlettség, egyre rosszabb és rosszabb a világunk. Érdekes, nem? Tehát gondold végig, itt van ez a rengeteg eszköz, ami miatt így megcsinálsz dolgokat. Milyen jó, hogy nem kell mondjuk teknőbe mosni, nem? Mint régen. Én még láttam anyámat teknőbe mosni. És tehát egy csomó idő felszabadul, és mégis kevesebb az embereknek az idejük. Közel nem rohannak úgy, vagy rohantak úgy régen az emberek, mint manapság. Érted? Mindenre volt idejük, mindenre volt idejük. Érdekes, nem? Tehát nem visszasírom a múltat, most nehogy. Tehát én nem azt mondom, hogy rossz a technikai fejlődés. Nem azzal van a gond. Nem a technikai fejlődéssel. Hanem azzal van gond, hogy az emberek másként működnek sokkal, mint régebben. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy ez tökéletesen lehet látni, minél fiatalabb generációról beszélünk, annál jobban elszúrták a szülők a nevelésüket. Érted? Tehát például még az én nagyapám úgy nevelte a lányait,
hét lánya volt meg egy fia. Úgy nevelte, hogyha nem fogadtak szót, akkor levette a nadrágszíjat, azt adott nekik. Oké? Azt mondja, hogy tehát anyámat még így nevelték. Én is kaptam bőven, mondjuk hetente legalább, mondjuk olyan 7 éves kor, vagy 6 és fél éves koromtól, mondjuk 11-12 éves koromig, mondjuk hetente legalább egyszer-kétszer kikaptam. Fizikailag. Én évente egyszer adtam egy-egy pofont a fiaimnak. De tényleg. Évente egyszer. És a legtöbb szülő most soha nem ad egy pofont se a gyereknek. Érted? Soha. Érdekes. Szíjjal verték az édesanyámékat. Mégis jobb hangulatok voltak, mint az én generációm. Érted? Nem érdekes? Akkor nézzük a munkabírást. Mi, az én generációm azt mondta, hogy az előző generációnak mekkora munkabírása volt. Most az én gyerekeim azt mondják, hogy hihetetlen, hogy nektek mekkora munkabírásotok van. Pedig nekünk nincs akkora, mint az előzőnek volt. Akkor valami nincs elszúrva? Csak úgy kérdezném. Csak úgy kérdezném. Tehát, és ez a jó, hogy így egyre rosszabb és rosszabb. Tehát egyre boldogtalanabb a társadalom. És egyre több a gond. Ez a jó. Nem kellene tenni valamit, hogy annak ellenére, hogy van egy technikai fejlődés, ami nem baj, hogy van, legyen egy sokkal jobb világunk. Nem kellene ezért tenni. Vagy úgy jó, hogy van. Az a jó, hogyha jó emberek nem tesznek semmit, akkor majd megjavul a dolog. Hát ez nem javul meg. Sőt, ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Na nézzük akkor, hogy mit is csinálunk, jó? Ugye tudjuk, hogy van egy általános elbutulás a világunkban. Tehát régebben az embereknek volt egy úgynevezett józan paraszti eszük, amit az iskola kiválóan tönkretett. Minél iskolázottabb valaki, nem akarok senkit megbántani, de sajnos ez az általános tény, minél iskolázottabb valaki, annál kevesebb a józan paraszti esze. Szó szerint, sajnos. Persze kivételek vannak, tehát akinek nem inge, ne vegye magára természetesen. Jó, tehát az elmúlt években teljesen láthatóvá vált az emberek elbutulása. Tehát ez a 70%-os beoltottsági arány, ez valami brutál, amikor ugye az első pillanattól mondtam, hogy mi miért van, mit miért csinálnak. És ez így utólag kiderült, hogy azért csinálták, amit én mondtam az első pillanattól. Ugye az első pillanat az március 14-e volt. 2020-ban. Igen, március 14. Az elbutulás következménye a helytelen cselekvés. Tehát még utólag is értékeli valaki úgy, hogy ő helyesen oltotta be magát. Ja, nem látjátok, bocsi. Aha, tudom miért nem látjátok. Elfelejtettem bekapcsolni a kivetítést. Nem, az én vagyok benne a hunyó, nem a technika. Nem kapcsoltam be. Mindjárt látjátok. Jó, tehát gondold végig. Szerinted még mindig van olyan, aki esetleg azt mondja, hogy ő helyesen oltotta be magát? Hát ha valaki ezt mondja, azt tudti, hogy akkora egóval rendelkezik, hogy nehogy neki ne legyen igaza. És ezért képtelen arra, hogy elismerje, hogy téves cselekedet volt.
főleg ha valaki esetleg még többször is beoltatta magát, ugye akkor már többszörösen kell mondani azt, hogy, hogy háromszor is mondjuk tévesen vagy négyszer tévesen hozta meg a döntést. Látni? Nem. Pillanat, jó? Ja, mert becsuktam, azért nem látni. Jó, most már látjátok. Jó, tehát ebben nem akarok senkit megbántani, csak föl kellene ébredni, hogyha az ember valamit helytelenül csinál, és ragaszkodik a az áll igazságához, akkor az nem helyes működés. És az nem eredményez semmilyen szintű fejlődést. Tehát az ember akkor tud fejlődni, hogyha képes beismerni, hogy helytelenül cselekedett. Ott kezdődik az ember fejlődése, amikor képes arra, hogy beismeri a helytelen cselekvését. Egy olyan ember, aki nem ismeri be a helytelen cselekvését, az soha nem fog addig fejlődni, míg egyszer eszébe nem jut, hogy beismerje a helytelen cselekvését. Na most, ha az ember nem fejlődik egy olyan világban, ahol brutálisan azzal foglalkoznak, hogy megetessenek veled mindent, te mindent elhiggyél, amit a médiából nyomnak, és te egy ilyen világban nem akarsz fejlődni, akkor te nagyon hülye vagy. Nem tudok más mondani. Tehát ha te azt gondolod, hogy a médiának az a szerepe, hogy neked jó életed legyen, akkor te nem vagy nem ezen a világon élsz. Érted? Akkor te már el vagy varázsolva. Szó szerint. Tehát a média az gazdag emberek tulajdonában van. Azt hiszem ebben egyet tudsz érteni te is, nem? Na most, a gazdag emberek, megkérdezném, szerinted nem zsákmányolják ki az embereket? Tehát a gazdag emberek olyan fantasztikusak veled szemben, hogy valami hihetetlen. Régen ez úgy működött, hogy a gazdag emberek voltak a mecénások. Most a gazdag emberek alapítványokat hoznak létre, hogy te oda fizess be pénzt nekik. Érted? Te csóróként hozzájuk képest. Érted? Ez nem mecénásság, ezt úgy hívják, hogy ultra kizsákmányolás. Tehát ilyen magas fokú kizsákmányolás soha nem volt. Jó, volt egy vadkapitalizmus, ahol még a gyerekeket is kizsákmányolták, azt leszámítva. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol te azt gondolod, hogy a kapitalisták azok a te barátaid. Ők téged abszolút ki akarnak használni. Érted? Abszolút. Lehetőleg azt akarják elérni, hogy neked semmi tulajdonod ne legyen, minden tőle függjön. Érted? Minden tőle függjön. Ha ezt nem hiszed, és nem teszel azért, hogy ez ne így legyen, ilyen világban leszünk. Nem vicc, ez komoly. Az a törekvése a kapitalistáknak, hogy az átlag embereknek ne legyen tulajdonuk. Érted? És Magyarország ebben a szempontból nagy gubancot jelent, mert itt van a legnagyobb ingatlan tulajdon a lakosság kezében. Sokkal nagyobb, mint nyugaton. Tehát a magyar a vagyonát az ingatlanba tartja. Nyugaton nem.
és világviszonylatban is a lakosság létszámához képest itt van a legtöbb magántulajdonú ingatlan, tehát úgy értve, hogy a lakosság kezében lévő ingatlan, az egyik legtöbb. Tehát ezt, megnézzük ezt a dolgot, van egy olyan törekvés, szó szerint értsd, hogy elérni az embereknél, akinél csak lehet, hogy ne legyen saját tulajdonában semmi. Érted? Hogy lehet ezt a legkönnyebben elérni? Hogy tiszta és világos legyél. Vegyél föl hitelt, adósítsd el magad, és onnantól kezdve ezt meg lehet veled csinálni. Mennyi hitelreklámot látsz a médiában? Hm? Vagy hallasz? Rádió, tévé, internet? Mennyi? Lépten nyomon. Lépten nyomon. A hitel az a legnagyobb csapda. Ha eladósítják az embereket, van egy mondás, egy nagyon régi mondás. Ha több az adósságod, mint a vagyonod, szegényebb vagy a templom egerénél. Na most, akinek van hitele, tehát tartozik valakinek, mondjuk egy banknak, tehát az a lényeg, hogyha akinek tartozol, annak van eszköze arra, hogy behajtsa a tartozást, érted? Tehát eszköze és lehetősége van arra, hogy behajtsa rajtad a tartozást, akkor te ő általa függőségi viszonyban vagy. Érted? Az azt jelenti, hogy függsz tőle. És ha ő egyik pillanatban azt gondolja, hogy ő igaz, hogy még van 5 éved a tartozásod végéig, de neki most kell a pénz. És azt mondja, hogy behajtom rajtad. Mit csinálnál? Megteheti. Nem vicc, megteheti, jogilag megteheti. Igen. Mondod végig. Mit tudom én? Itt vannak a bankok. A bankoknak tartoznak a legtöbben. És azt mondja a bank, hogy anyagilag gondba kerültünk, emiatt, amiatt, stb. Érted? A kint lévőségeim miatt. Fogja és azt mondja, hogy fizesd vissza a kint lévőségeidet, különben hát árverezem. Oké, behajtom, inkább úgy mondanám, behajtom rajtad. Megteheti. Megteheti. És te azt hiszed, hogy nem. Megteheti. Érted? Óriási tévedésben élsz, hogyha azt gondolod, hogy nem teheti meg. Szóval a lényeg az, gondold végig, ha te lennél mondjuk egy hitelező, és kintlévőségeid lennének, és megszorulnál, mit csinálnál? Behajtanád a kintlévőségeidet. És a bank miért ne tehetné meg? Miért nem gondolkodtok? Miért nem? Tessék gondolkodni. Azért van az agyad, hogy gondolkodj. Oké? És egy olyan világba érkeztünk, amit úgy hívják, úgy hívnak, hogy válság. Érted? A válság az egy állapot, ahol ha válságba kerülnek mondjuk hitelezők, akkor behajthatják a pénzt. Érted? Mert válság van. Nem normál állapot van, hanem válság. Amikor egyik a válság előidézhet egyik pillanatban olyat, egyik pillanatról a másikra, olyat, hogy egy cég kénytelen behajtani a kintlévőségeit. Érted?
Jó? Csak hogy tisztában legyetek ezzel a dologgal. Ez nem újdonság, ez mindig is így volt, meg így is lesz. És onnantól kezdve árverezés. Érted? Na most van egy általános szabály, amikor ingatlant vásárol, nem, ingatlanra akar hasznot, tehát ingatlanból akar az ember hasznot szerezni. Ez egy általános szabály. Tudod micsoda? Tehát ha ingatlanból akarsz hasznot szerezni, ez most egy, megint egy tanítás. Nem módszer, tanítás. Nem akkor kell nyerészkedni egy ingatlanon, amikor eladod, hanem amikor veszed. Oké? És aki ingatlanon nyerészkedik, az így szokta csinálni, hogy olcsón megvesz ingatlant. És jellemzően hol lehet olcsón ingatlant venni? Árverésen. Oké? Csak hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal. Szóval egy olyan világban élünk, ahol az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, és aminek a következménye a rosszabb élet. És hát sajnos ez van, hogy minél tudatlanabb, butább egy ember, hát az annál több bajt és gondot okoz, nem csak magának, hanem másoknak is. Gondold át, hogy milyen lesz a jövőnk, mondjuk a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Tehát ugye miért lett rossz világ? Nagyon egyszerű, mert az emberek elkezdtek olyan dolgokat tenni, amit nem szabad lett volna. Most én állítom, hogy a lakosság több mint fele már Magyarországon, és nyugaton meg ennél sokkal rosszabb a helyzet, több mint felének van adóssága. Tehát úgy értve, hogy a családokról beszélek, vagy a felnőttekről, nyilván nem a gyerekekről beszélek. És már ne vegyük az időseket, jó? Figyelembe. Tehát az aktív társadalom, az aktív kereső társadalomnak, én állítom több mint a fele, több mint a felének van adóssága. Tehát tartozik. Érted? Tehát hozott egy rossz döntést. Miért? Tudatlanságból. Nyilvánvaló. Ugyanis ha jó, és most gondold végig, ha az ember mondjuk spórol valamire, az jó hangulatot teremt. Miért? Mert doppingolja ő azt, őt az, hogy azt el kell érni. Tehát doppingolja, hogy elérje. Na most, ha nem spórol valamire, hanem hitelből megveszi, akkor mérgelődik azon, hogy fizetni kell a hiteltörlesztő részleteit. Mekkora különbség van a kettő között? Mert nem hiszem, hogy van olyan ember, aki szeret törlesztő részleteket fizetni. És elérték az embereknél, hogy így működjenek. És ezáltal, hogy törlesztő részleteket fizetnek, nem érzik jól magukat a bőrükben, és ez kihat az egész életükre. Oké? Nézzük tovább. Hát ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. És ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy jobb világunk legyen. Na most, nézegettem ezeket a felmérő lapokat. Megkaptam már mindenkitől? Köszönöm szépen. És ránézésre megmondom, hogy ki milyen pozitív vagy negatív gondolkodású. Tehát így ránézek,
És ebből, de ennyi, bőven elég. Így ránézek, és megmondom, hogy ki milyen negatív. Mennyire negatív vagy pozitív gondolkodású. Oké? Simán. Na most, te azt gondolod, hogy negatív gondolkodásoddal mész majd valamire az életben? Akkor te óriási tévedésben élsz. Hát az embernek alapvető dolog, hogy pozitívan kell gondolkodnia. Tehát gondold végig, ha nem érdekel az, hogy mi van a világban, azt kell, hogy érdekeljen, vagy hogy milyen világ lesz, azt kell, hogy érdekeljen, hogy neked milyen életed lesz a jövőben, nem? Nem kellene érdekelned? Ha az, bocs, hogy ezt mondom, leszarod, hogy mi van a világban, meg mi lesz, de akkor az is, akkor is kell, hogy érdekeljen, hogy a te életed milyen lesz a jövőben. Érted? És szerinted jó életed lesz a jövőben, hogyha negatív, alapvetően negatív a gondolkodásod? Hát akkor te óriási tévedésben élsz. Nem kellene megváltoztatni a gondolkodásodat? Nem gondolkodtál el azon, hogy azért negatív a gondolkodásod, mert már gyerekkorban a szüleidnek is negatív volt a gondolkodásod? És mit fogsz ezzel kezdeni? A negatív gondolkodásoddal mivel viszed majd az életedben? Ja, hát én azt látom, hogy a negatív gondolkodásúak, azok tök jól el tudják nyomni a környezetükben lévő szociális embereket. Mert úgy próbálnak boldogulni, mert a pozitív gondolkodásuk nem létezik. De nem kellene változtatni a saját gondolkodásodon? Hát ha megnézzük, az emberek jó része negatívan gondolkodik. Hát onnantól kezdve, hogy unalom, emlékeztek, az elején beszéltem erről, onnantól kezdve elindul a negatív gondolkodás. Egy unalomban lévő ember fele részben negatívan gondolkodik. Fele részben negatívan gondolkodik. Na most, gondold végig, a pozitív gondolkodás az épít. Ami azt jelenti, hogy ha pozitív az ember gondolkodása, akkor termékeny. Igen, de rombolni sokkal könnyebb, mint építeni. És ha fele részben csak pozitív a gondolkodás, és fele részben negatív, hát elég, hogyha csak 10%-ban negatív a gondolkodás, és 90%-ban pozitív, az a 10% simán lerobolja a 90% teremtő energiát. Simán. Nem kellene megtanulni magadért azt, hogy más legyen a gondolkodásod? Hol kapsz erre tudást? Csak úgy kérdezem. Hol? Vagy másik kérdésem, ha netán kapsz rajtunk kívül, akkor mennyiért? Na most, azt, hogy az ember megváltoztassa azt a fajta működést, ami jelenleg van, annak időnek kell eltelnie. Tehát most gondold végig, senki nem született negatív gondolkodásúnak. Senki. Negatív gondolkodásúvá tettek. És tudod, honnan kezdődött a negatív gondolkodásúvá tétel? A gyerekkorodtól. Akiket úgy hívnak, hogy szülők. A szüleidtől indultál. Világos ez? A szüleidtől indultál. Nem kellene megtanulni és változtatni ezen a fajta működéseden? Hát ezért vagy nem elég optimista,
Mert alapvetően negatív a gondolkodásod. De mondom, ha egy kicsit negatív a gondolkodásod, már bőven elég. Bőven elég. Biztos, hogy nem éltél meg olyan helyzeteket, mint amiket én megéltem. Tuti. Negatív helyzetekről gondolok. Tehát olyan negatív helyzeteket, amiket én megéltem. És én abban a helyzetben is pozitívan tudtam gondolkodni. Érted? Tehát csak úgy mondanám, hogy mit eredményezett ez a fajta gondolkodás. Tehát a világon nem találsz még egy olyan embert, aki négy különböző területen piacvezetővé tudta volna tenni a szervezetét. Nem találsz még egy ilyet. És én ezt megcsináltam. Érted? Magyarországon, ha megnézzük, mi dolgozunk egy módszerrel. Egy olyan módszerrel, ami a legeredményesebb, leghatékonyabb értékesítési módszer. És mi vagyunk a legrégebben, magyar szervezetként legrégebben ilyen módon működő szervezet Magyarországon. Oké? Tehát magyar szervezetként senki nem tud minket überelni. 93 óta. Mind az összes konkurens kihullott mellőlünk, érted? Magyarok. Tehát akkor lehet, hogy tudok valamit? Amit esetleg el lehetne tanítani, vagy tanulni tőlem? Amit most csinálunk, ebben is piacvezetők vagyunk. Csak úgy mondanám, hogy tud. Oké? És ez nem nagy képűség, nehogy azt hidd, ezek tények, érted? Tények. 13 éve az ember és élet működéséről nem tudnak olyan kérdést föltenni, amire ne tudtam volna mondjuk 3 percen belül válaszolni. Pedig föltettek már egy pár kérdést. Tehát az ember és az élet működéséről. 13 éve nem tudtak olyan kérdést föltenni. Lehet, hogy tudok valamit? Lehet, hogy lehetne tőlem valamit tanulni? És akkor megnézzük. Ma, mondjuk, havi 12.500 forint. Az körülbelül mennyi? Egy közepes bevásárlás, nem? Nem nagy bevásárlás, egy ilyen közepes, tehát nem kicsi, egy ilyen közepes bevásárlás. Amit általában az ember nem tudom hányszor megélt egy hónapban. Oké? Ennyi a havi tandíjunk. Érted? Amiben kapsz 30 óra képzést. 30 óra képzést. Ha ezt visszaosztod, akkor kijön 630 forintra havi szinten. Érted? Mit kapsz óránként 630 forintért? Tudást. Hol kapsz? Hol? Hol kapsz módszereket 630 forintért óránként? Tudod, mennyibe kerülnek a módszerek? Máshol. Óránként. Mondjuk ott kezdődnek, hogy 30 ezer forint óránként a módszere. Érted? Tudom, mert ugye régebben kaptam módszereket. Csak hála Istennek ott pénzem kifizetni. Nézzük meg, mit jelent a jobb világ. Nem kellene egy olyan világgal az emberek szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élnek. De ezért tenni kellene. És nehogy azt hitt, hogy a politikusok fognak tenni. Akármilyen jó, akkor sem tudják. Miért? Mert nem tanulnak ilyen a dolgokat, amit itt tanulunk.
mert ahhoz nekik is tanulniuk kellene ilyen dolgokat. Csak az a baj, hogy a politikusoknak egy a legfontosabb, hogy ők hatalomba legyenek. A hatalom a legfontosabb az ő számukra. Nem a tudás, hanem a hatalom. Érted? Pedig ha a politikusok ezeket tudnák, amiket itt tanulunk, akkor tényleg jobb világunk lehetne. Mert akkor ösztönöznék az embereket arra, hogy tanuljanak és fejlődjenek. Tehát eszesebbé kellene tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésért. Tehát az egyén tudja azt megtenni, a sok-sok egyén. Hogyha a sok-sok egyén eszesedik, akkor lesz egy jobb világunk. Érted? És akkor van egy olyan kidolgozott rendszerünk, hogy nem csak én tudok tanítani embereket, hanem én kiképzek embereket, akik tovább kiképzik az embereket. Érted? És mi ebből élünk? Hogy kiképezzük az embereket. Mire? Hát arra, hogy ezeken a területeken boldoguljanak. Gyere, mutatom. Itt van 10 terület. Nem kellene ezeken a területeken boldogulni? De ennek van egy célja, hogy miért kellene ezeken a területeken boldogulni. Hogy tudj bánni önmagaddal, a pároddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzeddel, a környezeteddel, a hatóságokkal, az Isteneddel. Ennek is van egy célja. Ez a célja. Van egy célja, az ember fejlődésének van egy célja. A legfontosabb ott a 7-es pont. Hogy visszakerülj oda, honnan jöttél. Honnan jöttél? Mondom, két bolygóról jött az emberiség, illetve két rendszerről, nem bolygóról. Vagy a Sirius B-ről, tehát Sirius B, vagy a Plejádokról. Oké? Tehát vagy innen jöttél, vagy onnan jöttél, mint lélek, nem mint ember, hanem az emberben lakozó lélekként. Oké? És oda visszakerülni. Miért jöttél ide le? Valószínű azért, hogy megmentsd az itreket, lelkeket, akik benne vannak a reinkarnációs körforgásban. Ezért jöttél le? Nem kell ebben hinni. Felőlem, te azt hiszel, amit akarsz. Én meg tudom, hogy hogy van. Ez a különbség. Na most, ha egy ember tudja például azt, amit én tudok, hogy hogy jött létre a világegyetem, meg hogy jött létre az élet, hát akkor lehet, hogy ilyen dolgokat is tudok, nem? És ezt máshol sehol nem hallhattad. Érted? Hogy sehol nem hallottál olyan tanítást, hogy hogy jött létre a világegyetem, érted? És hogy jött létre azon belül az élet. És én ezt tudom, hogy hogy jött létre, és ez nem nagy képűség, hanem tudom. Erről nekem információm van. Oké? És ezt nekem nem tanította senki, mármint földi ember. Oké? Szóval a lényeg az, hogy oda kellene visszakerülni. Tehát az emberiség az egy tanbolygó, a Föld. A Föld az emberiségnek egy tanbolygó, ahol megtanulja azt, hogy tudjon határozott különbséget tenni a jó és a rossz között. És ezt egy életen belül lehet megtanulni, és kell megtanulni. Nem több életen belül, nem adódik össze az előző élet a mostanival. Egy életen belül kell megtanulni azt, hogy képes legyél határozott különbséget tenni a jó és a rossz között. És ehhez hozzátartozik az, hogy képes legyél feltétel nélkül szeretni. Képes legyél arra, hogy feltétel nélkül együttműködj azokkal, akik szintén feltétel nélkül együttműködnek. És képesek feltétel nélkül szeretni. Oké? De nem akárkivel. De semmi gond, nem hiszel ebben,
semmi probléma, el van készítve neked egy másik bolygó, kinn az univerzum szélén, oda lehet inkarnálódnod. Semmi probléma. Nem vicc, komoly. A Föld már nem arra hivatott, hogy az emberek itt rekedjenek. A Föld arra hivatott, hogy az emberek elinduljanak a továbbfejlődésbe. Oké? És aki ezt nem akarja, azt fogják, kivonják az élők sorából, és mehet oda ki az univerzum szélére, kőkorszaki körülmények közé. A mobiltelefonodat itt hagyva. Oké? Meg a technikádat itt hagyva. Semmi gond nincs ezzel. Nem kell ezt se hinni. Majd lélekként megtapasztalod. Semmi gond. Oké? Ehhez kellett például, hogy beoltasd magad, hogy minél hamarabb ki lehessen vonni az élők sorából. Nem vicc! Komolyan! És erre játszanak közre az egyéb dolgok. Hogy minél idegesebb legyél, minél rosszabb hangulatú, mert annál hamarabb földobod a talpadat. Minél negatívabb gondolkodású vagy, annál jobb, mert annál hamarabb földobod a talpadat. Nem vicc, ez komoly. Nem kell ezt komolyan venni. Úgy éled az életedet, ahogy akarod. Én meg tudom, hogy ez így van. És ha elkezded megfigyelni a haláleseteket, gyönyörűen meg lehet benne figyelni, hogy kit miért vontak ki az élők sorából. Szó szerint. Főleg, ha nem öreg és végegyengülésben meghalt. Oké? Okay. No, hát most gondold végig, itt van egy közösség, ahol 14 éves kortól, szülői beleegyezéssel, 14 éves kortól, tehát ott a szülők is itt vannak velük természetesen, jönnek, de még kisebbek is itt tanulnak, egészen a legidősebbek 80-valahány évesek, érted? Nem, mert vannak idősebbek is, persze. Jó, tehát itt van az egész korosztály, mondhatjuk így. És tanulni akarnak, fejlődni akarnak. Tenni valamit magukért és másokért. Nekem van egy elvem 91 óta. Ha én jót ajánlok embereknek, jót nyújtok embereknek, akkor én sem fogok rosszul járni. Ennyi. És ez 91 óta működik. És nem azért csinálom, hogy én jól járjak, hanem azért, hogy mások jól járjanak. És ez egy szabály, hogyha mások jól járnak, akkor én is jól járok. Ezt nem vetted még észre az életben, hogy ez így működik? Már épp ideje lenne ezt észrevenni. Hogyha másokért teszel, akkor te sem jársz rosszul. Tehát itt van egy óriási lehetőség, nézzük meg, hol van, mindjárt mutatom. Ha megtalálom, hát akkor lehet nem keresem, akkor inkább mondom, jó? Tehát itt van egy lehetőség, gondold végig, korszakot alkothatunk, létrehozhatunk egy szeretett korszakot. Melyik ősöd hozott létre egy szeretett korszakot? Hm? Melyik? Kicsoda? Ismered? Hallottál ilyenről? Tehát egy új korszakot, a szeretett korszakot úgy hívnak, hogy aranykor. Az aranykor az a társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók, és az emberek töretlenül fejlődhetnek. Mert azért nem tudnak ebben a társadalmi, a vaskor, ez a vaskorszak, tehát vaskor, amiben vagyunk, azért nem tudnak fejlődni, mert az emberek 20%-a elnyomó. És ez a 20% hat a további 60%-ra, de ez a 60% ez nem elnyomó, csak szociális ember. De a szociális ember, ha elnyomják, akkor továbbadja az elnyomást. Így ezáltal a bolygó 80%-a elnyomoskodik, pedig csak a 20%-a az elnyomó. És az aranykor arról szólna,
hogy az emberek töretlenül úgy tudnak fejlődni, ha nincsenek elnyomók. Elnyomókra tudod miért van szükség? Azért, hogy kinyíljon a szemed. Érted? Hogy megvilágosodj, hogy valamit tenni kellene, hogy ne legyen egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb. Azért kellenek az elnyomók. Még egy darabig. Na miért akarod azt, hogy mondjuk pár százezerrel vagy pár millió emberrel legyen egy aranykor? Nem kellene akár egy pár milliárddal aranykor ezen a bolygón? Csak azért mondom, mert gondold végig, ha mondjuk pár százezerrel lenne aranykor, hogy viselnéd el azt a rengeteg halálesetet? Én elviselném, csak te hogy viselnéd el? Tehát én már megtanultam, hogy hogy kell a halált kezelni, de idő kellett hozzá. Jó, úgyhogy ha úgy látod, hogy kell neked egy olyan közösség, mert ha visszamegyünk ide, mindjárt mutatom, visszamegyünk ide, akkor látod a valahova tartozás, az a harmadik lelki szint. És anélkül nem leszel sosem még a harmadik lelki szinten sem. Tehát itt van egy közösség, ahova bekerülsz és részt veszel, akkor legalább már eléred automatikusan a harmadik lelki szintet. És onnan már könnyebben tudsz továbbfejlődni. Mert nézd meg az aranykorba, hogy lehet bekerülni. A hatodik lelki szinten. És erre a hatodik lelki szintre mindössze már csak 12 éved van. Oké? Ugyanis 2035-ig ezen a bolygón aranykornak kell lennie. És ezt nem én állítom, én csak közvetítem ezt az információt. De ha nem hiszed, hogy létezik ilyen közvetítés, akkor csak mondanám, hogy ez a hetedik emberiség. És hat emberiség előző már ki lett vonva a forgalomból. Az Istenek által. Oké? És 2012 volt az utolsó dátum, csak azért nem törölték ezt az emberiséget 2012 év végével, mert sokkal jó ember, és mert már a mi szervezetünk akkor megvolt. Mert a mi szervezetünket tartották alkalmasra arra, a PPH-t, hogy ezt végigvigyük. Hogy ezen a bolygón aranykor lehessen. Mert ezen a bolygón rajtunk kívül nincs még egy olyan szervezet, meg olyan vezetők, akiknek meglennének azok a tudásuk, képességük és tapasztalatuk. Oké? Csak itt. Úgyhogy várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy itt a helyed, ha nem, akkor köszönjük szépen a részvételedet, megköszönjük. Második részben részt tudsz venni, bele tudsz tekinteni. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!